Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről fogunk beszélgetni. A mai elkövetőnk nem más, mint Jake Davidson. Szóval, ez egy nagyon-nagyon érdekes eset, és nagyon-nagyon sok olyan téma vetül fel vele kapcsolatban, vagy miatta, amiről én mindenféleképpen akartam veletek beszélgetni. Szóval, Jake Davidsonról azt kell tudni, hogy Devonban élt, úgyhogy végre nem egy amerikai esetünk van, hanem egy nagy-britanniai. És hát nem volt túl ideális gyerekkora neki, a pontos születési idejét és dátumát nem találtam. Nyilván ti meg fogjátok találni, de én abban az időintervallumban, amit erre rászántam, hogy megkeresem, nem találtam meg. De minden esetre azt kell tudni, hogy ő a harmadik legfiatalabb gyermek, az édesanyja viszonylag korán vállalt gyermekeket, és egy halász volt az apja, de hát nagyon hamar tönkrement az ő házasságuk, és igazándiból ilyen szolgálati lakásban, hát nem szolgálati lakásban, hanem egy olyan otthonban nőtt fel, amit az állam biztosít a rászorulóknak, egyébként meglepően szépek ezek az otthonok Nagy-Britanniában. És az édesanyja Maxine-nek hívják az édesanyja, és ő nevelte fel a három gyermekét. A három gyermekből kettő viszonylag korán elköltözött, és igazándiból Jake volt az, akivel az édesanyja aztán egész végig együtt él. Jake-ről azt lehet még tudni, hogy bár Jake gyerekkorában nagyon kis csendes gyerek volt, mégis nagyon hamar felkapta a vizet, és hogy ilyen dühkezelési problémái voltak. És akkor ezen kívül még Jake-ről nagyon hamar kiderült, és kapott is egy diagnózist, miszerint ő az autizmus spektrum zavarral élő emberke. És ugye azt kell tudni, hogy az autizmus, azt nem úgy kell elképzelni, mint ahogy mondjuk az esőemberbe láttad, vagy... Tehát már, hogy ez tényleg egy spektrum. Tehát, hogy vannak nagyon-nagyon jól funkcionáló autisták, és vannak kevésbé jól funkcionáló autisták is. Azt hiszem, nem ez a szakkifejezés erre, de szerintem értitek, hogy miről van szó. Jake egyébként nem tartozott a rosszul funkcionálók közé, de mégis felmerült a gondolat és a javaslat, hogy hát lehet, hogy nem kéne normál iskolába járnia, hanem egy ilyen speciális iskolába. De ezt személyes tapasztalatból tudom elmondani nektek, hogy ezt nagyon nehezen szokták a szülők viselni, hogyha ezt mondják nekik. Mert egy kicsit akkorra érkeznek meg oda, hogy akkor ez így marad, akkor ez tényleg így van. És nagyon sok szülő ebben sajnos hiába lenne a gyermeke érdeke az, hogy speciális intézményben tanuljon, saját hiúságából, meg jaj, mit fognak szólni a szomszédok, meg a rokonok, hogy az én gyerekem speciális iskolába jár, inkább bekényszerítik a gyerekeiket normál iskolákba, ahol aztán nem tudnak megfelelő mértékben fejlődni, ahol aztán a társaikkal is és mindenkivel kapcsolatban csak a probléma és a baj van. Szerintem mindannyian ismerünk ilyen történeteket. És hát ez történt Jake-kel is. Az édesanyja úgy döntött, hogy nem járhat speciális iskolába neki. Jó lesz az állami iskola is, bár a speciális iskola egyébként ingyenes Nagy-Britanniában, de mégis arra gondolt az anyukája, hogy sokkal, de sokkal jobb lesz Jake-nek, hogyha egy normál iskolába járt, és hát ki fogjátok találni, de nem lett jobb. Nagyon-nagyon egyedül volt, nagyon-nagyon elszigetelődött, a tanulmányokkal se haladt úgy, nem fejlődt úgy, egy végtelenül magányos gyerek volt, akit kiközösítettek, akivel nem álltak szóba, aki a furcsa gyerek volt, akit jobb elkerülni, nem volt szociális élete, tehát, hogy ami rosszat el lehet képzelni, meg mondani, az Jake-hez történt. Ennek megfelelően az interneten élte az ő kis életét, és hát az a helyzet, hogy ott próbált barátokat találni, de nem igazán, tehát hogy nagyon hamar rájött, hogy ezek nem igazi barátságok, és igazándiból ott csak így együtt lehet dühögni, meg utálkozni. Ez valahonnan ismerős nekem, hogy az internetet sokat erre használják, valahonnan. Vajon honnan? És az a helyzet, hogy tényleg Jake ilyen csoportokhoz kezd el csatlakozni. Ami még nagy szívfájdalma neki, hogy ő nagyon szeretne egy barátnőt, és nagyon szeretné a szüzességét elveszteni, de ez nem sikerül neki, ez nem jön össze, pedig
Egyébként szerintem nem volt rossz képű, és nem volt vele úgy kinézetre semmi probléma. Nyilván a viselkedése, ahogy egyre dühösebb és egyre frusztráltabb lesz, az volt az, ami igazándiból útjába állt annak, hogy ő párkapcsolatot találjon. Ő nagyon sokáig, és azért mondtam a külsejét, mert ő nagyon sokáig a saját külsejét hibáztatta, hogy ő azért nem talál magának barátnőt, mert hogy ő átlagos kinézetű, meg hogy duci, és hogy ez volt az ő fejében nagyon sokáig, hogy biztos ez a baj, és ezért nem kell a lányoknak. Na és ahogy egyre frusztráltabb és dühösebb lett, létrehozott egy YouTube csatornát Professor Waffle néven, azt hiszem ez még mindig fönt van. Láttam részleteket belőle, hogy milyen videókat csinál, és igazából ezekben a videókban ő ezeket a nagyon furcsa nézeteit osztotta meg, hogy hát ilyen nőellenes, ilyen nőgyűlölő nézeteket osztott meg. Csodás, és vajon miért nem talál barátnőt, hogyha utálja a nőket? Vajon miért? Na igen, szóval, hogy is ott osztotta meg, hogy ő szerint a nők hát ostobák, és buták, és szűklátókörűek, és csak a pénz érdekli őket, és ilyen gyönyörű, hangzatos dolgokat mondott. És biztos, hogy vannak ilyen nők, de nem minden nő ilyen. Azért ezt valljuk meg, és azért a férfiak, tehát hogy ez ugyanaz, mint amikor azt mondják a nők, hogy mert a férfiakat csak a külső érdeke, meg csak az, hogy bejusson a nők bugyjába. Biztos, hogy vannak ilyen férfiak, de vannak másfajták is, tehát hogy ezért nem szabad ezekbe a túl általánosítgató kinyilatkoztatásokba egyébként belemenni, mert hogy nincs értelme, és az ilyenfajta általánosítgatás soha nem vezet semmi jóra. Na szóval, hogy ő belépett ilyen nőgyűlölő bandákba, és ott ezeket a kis nézeteiket osztogatták meg, és hát ő is csinált ilyen videókat arról, hogy minden nő mennyire borzalmas. Na és hát ennek az lett a következménye, hogy 2016-ban ott a környékükön ő éppen sétálgatott, és meglátott egy férfit a terhes barátnőjével, és se szó, se beszéd, oda ment hozzájuk, és elkezdte őket ütlegelni. Mert ez nagyon sokat segít abban, hogy ő elvesztítse a szüzességét, ha nem tudnátok, ez a megoldás. Nem mindegy, és képzeljétek el, hogy aztán ez az eset valamiért nagyon elsikkadt, hogy ő ilyen fizikai bántal 20-szor ütötte arcom azt a férfit. És tényleg nem provokálták, tehát semmit nem csináltak, hanem egyszerűen ő olyan dühös lett, hogy másnak van barátnője, meg terhes, meg ilyesmi, hogy ő úgy gondolta, hogy akkor ennek az a megoldás, hogy ő jól megveri ezeket az embereket. Végül egyébként ezt az ügyet egy figyelmeztetéssel megúszta. Csodás. 2017-ben úgy gondolja, hogy ő szeretne fegyverhez jutni, és hogy a fegyver viselési engedélyt megszerezni, elkezd lőni, járni, tanulni, és elkezd mindent megtenni annak érdekében, hogy a szigorú szabályok ellenére fegyverhez jusson, és sajnos átmegy a rostán, és meg is szerzi 2017-ben a fegyverviselési engedélyt. Szerintem már innen tudjuk, hogy merre megy ez a történet. Szuper! Aztán egyre többet veszekedik az édesanyjával, mert az édesanyjának is meséli, meg mondogatja ezeket a fantasztikus nézeteit, tehát a Maxine édesanyjának mesélgeti, hogy minden nő mennyire borzalmas, és hát kézzétek el, nem ért vele egyet Maxine, és ebből rengeteg vitájuk van, hogy ez miért így van, és hogy miért nem így van, és tényleg, tehát folyamatosan vitatkoznak. Ugye otthon él, felnőtt férfi, nyilván az anyja sem mindig mindent jól reagál le, meg nem igazán tudja, hogy kéne egy felnőtt férfivel együtt élni, aki a gyerekhez nagyon sok családban egyébként problémát okoz. Illetve Jake nagyon szereti emlegetni azt a nézetét, hogy azért van ennyi nemi erőszak, mert hogy a nők nem hajlandóak szóba állni átlagos vagy átlag alatti férfiakkal, így külső tekintetében. Meg így személyiségben, hogy ezért van ennyi nem érőszak. Nagyon nehezemre esik tűrtöztetni magam, amikor ezeket a férfiakat hallgatom, és hogy mennyi baromságot tudnak mondani.
hogy mennyi baromságot. A kedvencem van egy ilyen nőgyűlölő hapsi, azt hiszem TikTokon van föl, de nem tudom, és ő olyanokat mond, hogy az ember tényleg nem hiszi el, hogy ő ezt komolyan gondolja. Tehát a két kedvencemet hadd mondjam el tőle. Az egyik az, hogy ő még sose találkozott olyan nővel, akinek hobbija van. A nőknek nem szokott hobbija lenni. Aha, oké. De semmi baj, de semmi baj. A másik, meg hogy a nőknek mennyire igazságtalan, hogy így szépnek születnek, szép a bőrük, meg jó alakjuk van, hogy az teljesen igazságtalan, hogy a nők egy része így születik. Azt már jobban értékeli, hogyha egy nő ezért megdolgozik, hogy elmegy edzőterembe, mert egyébként nem lenne szép teste, de az se ér annyit, mint mikor egy férfi dolgozik meg a szép testért, mert a nőknek nem kell a gravitációval szemben edzeni. Csak a férfiaknak. A férfiak ellen még a gravitáció is van. Ellenünk nők ellen nem. És egyszerűen nem tudom kimondani ezt, úgyhogy ne röhögjek, bocsánat, de hogy... És ő ezt komolyan gondolja. Tehát, hogy ezek az emberek hogy? Miért? Miért? Tehát, mindegy. Egyébként odáig fajul ez a helyzet, hogy a saját anyja 2020-ban ráhívja a rendőrséget, hogy nézzék már meg, mert szerintem nagyon-nagyon durva elveket val, és nagyon brutális, hogy miket mond az interneten, és hogy van fegyvere, és hogy nézzék már meg a fiát, hogy így biztos, hogy ez így jó lesz. És egyébként a rendőrség ezt a bejelentést így berakja egy fiókba, és nem kezd vele semmit. És ez a későbbi a folyamán, ezért ez nagyon fontos információ. Mert ugyanis elérkezik a 2021. augusztus 12-e. És ez az a nap, amikor Jake az álmok futását el fogja követni, egyetlen egy nap fog ő gyilkolni, és ez lesz az a nap. És hát Jake fogja magát, és megint összeveszik valamiért az anyjával, valami... Ja, tudom miért, eszembe jutott. Azért, mert nagyon-nagyon gonosz, gusztustalan és illetlen megjegyzésekkel illetett Jake egy 16 éves lányt. És ezen összevesznek, és Jake annyira frusztrált, és annyira dühös, és annyira borzasztó mentális állapotban van, hogy ő úgy gondolja, hogy akkor most előveszi azt a bizonyos fegyverét, oda megy az anyjához, és egyszer mellkason lövi, és egyszer pedig fejbe. Az anyja egyébként szörnyet hal, tehát, hogy mire ki megtalálják őt a mentők, addigra már rég nem él. És hát Jake fogja magát, és arra gondol, hogy hát akkor most ő kimegy az utcára ezzel a fegyverrel. Ki is megy az utcára, és szemben a túloldalon van Lee Martin, aki a környéken él, és éppen sétál a 3 éves kislányával, Sophie-val. És rájuk szegezi a fegyvert, Lee Martin meg észreveszi ezt, megpróbálja a gyereket maga mögé rakni, hogy ne érje őt lövés, de mind a kettőjüket agyonlövi. Ezután fogja magát Jake, és tovább megy. Ekkor egyébként ugye már azért ezt hallják a lövéseket, és a szomszédok bejelentik a rendőröknek, hogy baj van. Tovább megy, megint rálő két emberre, ők csak megsebesülnek. Aztán tovább sétál, nem lehet egyébként tudni, hogy hova indult. Tehát, hogy mi volt a cél, hogy hova is menjen, ezt nem lehet tudni. De szembe találkozik Steve Washingtonnal, aki a két husky kutyáját sétáltatja, rámeli a fegyvert, és őt is agyonlövi. Tovább sétálsz ismételten, és egy fodrászat elé érkezik, ahol éppen az egyik fodrásznő kint dohányzik az ajtóban, vagy így az ajtó előtt, az akkor 66 éves Kate Spade. Kate Spade-et is fogja, és agyonlövi. Ő is ott a helyszínen az életét veszti. Úgyhogy eddig megölte az anyját, megölte az apát a kislányával, megölt egy férfit, és megölt egy nőt. És ez az a pont, amikor Jake rájön, hogy ez a helyzetet nagyon elrontotta, és hogy innen sokféle kiút nincsen, úgyhogy maga ellen fordítja a fegyverét, és főbelövi magát. Ez az esemény, amit most itt elmondtam nektek, tehát, hogy amikor kinyitja a ház ajtaját,
onnantól kezdve addig a pontig, hogy főbelövi magát, ez 6 perc alatt játszódott. Számomra ez megrendítő, hogy 6 perc és 5 ember életét vette el, hatét, hogyha úgy veszük, de mindegy, de 5 ártatlan embernek vette el az életét 6 perc alatt, és tette tönkre mindörökre a családja és szeretei életét. Szóval, na, számomra felfoghatatlan. A testvérei nem nagyon nyilatkoznak egyébként Jake-nek erről az esetről. A szomszédok, mondom, ők végig azt mondják, hogy hát Jake egy udvarias, kedves fiatalember volt, aki segítőkész volt, és hogy ők sose látták azt, hogy ekkora baj közeledne. Amit még lehet tudni, hogy az interneten tényleg nagyon brutális csoportoknak volt ő a részese, akik tényleg nagyon dühösek voltak. És számomra ez is egy ilyen nagyon intőjel, hogy ezért kell nagyon figyelni ezekre a gyűlölködő csoportokra, és ezért kell nagyon figyelni arra, hogy ki mit enged meg, és milyen hangnemet, és miket mond az interneten. Mert hogy az van belül. Az van belül. És azért, hogyha mondjuk megnézzük így a magyar komment szekciókat, minden rendben van, minden szépi, szuper. Igen, szóval, és amit még lehet tudni ebben az esettel kapcsolatban, ami szerintem egy viszonylag fontos információ, hogy ennek a kapcsán szorították meg a nagy-britanniai fegyvertartási, fegyverviselési és fegyverkezelési törvényeket. Emiatt az egyeset miatt, ami szerintem nagyon érdekes, hogy Amerikában mondjuk mennyi minden történik, és hogy mennyire nem csinálnak semmit, itt meg egyetlen egy ember álmok futása és 5 ember halála bőven elég volt ahhoz, hogy azt mondják, hogy aha, jó, akkor mostantól nem. És bár nyilván ennek az 5 embernek ez nem vigasz, de mégis talán valamennyire közelebb kerülünk a biztonsághoz, vagy közelebb kerültek a biztonsághoz. Hát ez volt Jake Davidson esete. Remélem érdekesnek találtátok. Vigyázzatok magatokra. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!